Az Agrigon Kft. Egy precíziós gazdálkodási megoldással foglalkozik. Igazából a talajtápanyagok, illetve a nitrogén optimális, illetve részspecifikus kijuttatásával foglalkozik. Egyszerűen fogalmazva, annyit is oda juttassunk ki, amennyi kell a talajnak, illetve a növénynek. Különböző szenzortechnológiákkal foglalkozunk, itt elsősorban ugye a felettünk látható Yara-N szenzor forgalmazásával, ami a nitrogén tartalmat tudja meghatározni a kalácsos kultúrákban, repcében, kukoricában, és az alapján dönti el pontosan a nitrogén dózist egy időben, egy menetben ugye a kijutatással, hogy milyen fejlett a növény és hány kilogramm nitrogén tartalmaz. Termelők tudják ennek a jelentőséget már, tehát az, hogy az a pontos helyre pontosan kell kijuttatni azt a mennyiséget abból a tápanyagból, ami oda szükséges. Igen, azt kell mondanom, hogy a tendencia az egyre bővül is, illetve egyre többen fogják fel ennek a jelentőségét, hogy feleslegesen ne szórjunk ki műtrágyát, ne terheljük a környezetünket, tényleg annyit adjunk a növényünknek, illetve a talajunknak, amennyit igényel. A lényeg az, hogy egy olyan kijutatás technológiával rendelkezzen az üzem, illetve maga a felhasználó, amelyik tudja például a differenciált szórást, tehát gondolok itt egy mérleges műtrágyaszóróra, vagy pedig egy változtatható dózisú permetező eszközre, amelyik tudja ezt a kijuttatást. Viszont felfogták ennek a jelentőségét, egyre többen használják ezt a precíziós gazdálkodási megoldást. 2015-ben alapult a cég, igazából ez egy német technológia, amit ugye Magyarországon adoptáltunk. A német Agrigon volt az első Európában, aki ebben a precíziós gazdálkodási megoldásban látott lehetőséget, és 20 évvel ezelőtt elkezdte Németországban a nyugati piacon ezt. 5 évvel ezelőtt kezdődött ez a tendencia Magyarországon is, hogy ebbe az irányba a talajalapú feltérképezés, tápanyag visszapótlás irányába induljon ez a precíziós vonal. 2015 óta vagyunk a piacon, és nem csak Magyarországon, Románia nyugati részén, Szerbiában és a volt jugoszláviai tagköztársaság országaiban tevékenykedünk. Hogyan lehet jellemezni ennek a minőségét, jelentőséget? A kérdés mindig jó, mert általában ezt szokták feltenni, tehát itt az anyagi vonzat az egy nagyon fontos tényező. Tehát 20-30% általában a nitrogén megtakarításnál, és 5-10%-os megtakarítás, hogyha a talajtápanyagot pótoljuk vissza. Viszont ugye abban kell gondolkodnunk, hogy itt a komplex műtrágyákat egy kicsit el kell felejteni, tehát itt a monoműtrágyák, ugye a foszfor hatóanyagtartalmú, kálium hatóanyagtartalmú műtrágyák fele kell eltolni a kijuttatást. Így igazából több menetes a dolog, de még így is jelentős a megtakarítás. Nem csak ugye megtakarítás, hanem hozam növekedés által így a költségeinket tudjuk csökkenteni és a hatékonyságot növelni.